Jó napot kívánok, kedves nézőink és hallgatóink! A Heti Betevő Egyesület budaörsi önkéntesei a nyár derekán is főztek. 140 adag gulyáslevest készítettünk el, amelynek a kiosztására a 8. kerületben került sor. A gulyásleves elkészítése roppant egyszerű, ahogy a képen is látják, először is megpucolunk 20 kg krumplit. A 20 kg krumplit, ha megpucoltuk, akkor beáztatjuk egy kis vízbe. Itt láthatják azt a csapatot, amelyik a krumpli pucolással foglalkozik. Ezt követően bemutatásra került az a alapanyag, amelyet a gulyáslevesnek szántunk, amely paradicsomból, paprikából állt össze, itt pedig a krumpli paradicsomozása van éppen folyamatban. Közben természetesen készül szorgosan a hús is, és a húst miután fölvágtuk, azután hagymán megfuttatjuk. Itt láthatják műszaki főnökünket, aki a hőmérsékletet méri a kondérban, hogy milyen mennyiségű hőt kell, hogy közöljünk, hogy hivatalosan fogalmazzak, annak érdekébe, hogy elkészüljön. Közben természetesen szaktanácsadói tevékenység is folyik, és itt a művészetek is jelen vannak a gulyásleves főzés közben egy szobor jelenlétében. Itt láthatják a félig elkészült gulyáslevest, még nem, egy pálinka tokot is megtekinthetnek, amely a kőfalba ágyazottan nyújtja szolgáltatásait. Itt világosan megpróbáljuk bemutatni, hogy hogyan kell utófűszerezni a gulyáslevest, és már gyülekezik is a csapatunk arra, hogy egy közös fotót elkészítsen. A közös fotó elkészítése majdnem 10 percet vesz igénybe, mert csak fokozatosan áll össze a csapat, mert amíg egyesek már befejezték a munkát, mások még a takarítási projekten dolgoznak. De azért lassan csak összekészülünk, és már is készülhet a végső fotó, mert helycsere alapján a fotósunk is oda kerül. Viszontlátásra!